Arany Jánoshoz nagyon sok minden fűz, de ez, hogy gyerekkori élmény, ez nekem mindig is nagyon fontos volt, mert először életembe, azt hiszem, hogy egyáltalán igazi költőt, nagy költőt gyerekkoromban olvastam, és ez merő véletlen volt, hogy Arany került a kezembe, mert apám, nem tudom honnan volt meg neki, a kezembe adta a Zicsi Mihály illusztrációival készült aranyballadás könyvet. Azokat olvastam, nem mondom, hogy hány, de nagyon gyerekkoromban, 8-10 éves lehettem, amikor olvastam, és hihetetlen hatással volt rám, amiben nagyon nagy része volt a, a zicsi rajzoknak, az zicsi illusztrációknak. Mert amúgy is az arany balladáknak az egyik vonzereje, ami nem csak rám, hanem másokra is hat, gondolom, az az, hogy ezek a balladák ezek hihetetlen, fegyelemmel és szerkesztési móddal vannak megcsinálva. Mindegyik olyan, mintha egy-egy dráma volna, és az a fajta homály, ami a jelenetek közt van, az azért is nagyon fontos, mert az ember gyerekkorában is, később is szívesen képzelt oda ezt, azt, ami a baladában egyébként Kimondottan nincs benne, és ez egy nagyon fontos dolog, amit most mondtam a balladákról, általában is aranyra, hogy aranyba, hogyha jól odafigyelünk, no, ha őt úgy tartják nyilván, hogy maga a racionalitása, a, a, a népnemzeti költészet, de ez a homály, ez nekem mindig nagyon fontos volt, mert az a háttérbe gomolygó, sejtelmes homály, az alkalmat adott nekem rá, hogy mindenféléket képzeljek. Na elég az hozzá, hogy akkor elolvastam egyenként, külön-külön, többször nézve a rajzokat, az aranyballadákat, és nagyon furcsa, hogy mi maradt meg az emlékezetemben. Nem a Velszi nem a ötödik, nem tudom micsoda, hanem az egyik az évféli párbaj, és ebbe bizonyosan része volt annak, hogy ahhoz egy olyan illusztrációja volt Zicsinek, amire máig emlékszem, hogy Bende Vitéz, ugye, aki lakodalmát lakja a balladába, így áll ilyen ferdén, hátra, rémülettel tele arca, és ott áll előtte robogány, aki tudja, hogy hachrobogány, akit a megfosztott, vagy elszerette, vagy megölette, hogy feleségül vehesse azt, akiben robogány is szerelmes volt. Most ez a robogány pedig egy ilyen páncélos vitéz volt, és olyan derengés volt körülötte. Hát ezt azért mondom el, hogy milyen jelentősége lehet egy könyve az illusztrációknak, hogy arra legalább annyira emlékszem, mint a, a, magára, a balladára, a szövegre, arra is meglehetősen jól emlékszem. A másik pedig megint csak elég meglepő, az a ballada a hidavatás volt, ami hihetetlenül megmozdította bennem a, a lidérces fantáziát, mert az arról szól, hogy valaki öngyilkos akar lenni a frissen elkészült margitiról beleúrani a Dunába, és akkor a Dunából az összes olyan öngyilkos egyszer csak a felszínre bukik, aki valaha ott vagy másutt a Dunába öngyilkolta meg, vagy gyilkolták meg, és újra és újra leugrálnak. És nagyon jól emlékszem arra rajzra is, hogy egy, egy nő, aki azt mondja, hogy unalmas élet reggel este öltözni és vetkőzni kell, egy nő ugrik le a Dunáról, és úgy lobogott a szoknyája, erre is nagyon jól emlékszem. Vagyis azért volt nagyon fontos nekem az aranyjal való találkozás, mert egyszer csak elkezdtem kiválasztani azokat az aranyverseket, amik nekem fontosak voltak. A, kés, a nagy balladák, a szondi két apró, hogy mit tudom, hogy mit tudom, ezek jóval később jöttek. És még egy nagyon fontos e, e, emlékem fűződik az aranyballadákhoz. Ott találkoztam, nem akkor erre azt hiszem, vagy akkor nem figyeltem fel, csak jóval később, vagy nem is olyan nagyon, mostanhoz képest nem is olyan nagyon messze innen. Arra, hogy a Velszi bárdokban van egy sor, ami így hangzik, hogy ez a vége fele. 500 bizony dalolva ment lángsírba Velszi bárd. Ennek minden szavarosz helyen van, és az arany zsenialitása éppen abban mutatkozik meg, hogy nem, hogy nem érzem a mondatot rossznak ellenkezőleg. Megismételhetetlenül tökéletes, éppen ezzel a lehetetlen szórendel. És ez azt jelenti, hogy nekem később nagyon fontos lett az arany nyelve, a szókincse és a szintaxis felfogása, a mondatépítése építése. Hadd mondjak még egy hasonló mondatot, ez pedig a Buda halálában van, úgy hangzik, hogy ez a mondat pedig így hangzik. Honnan kicsi szellő égvándora jött Él. Ez az a jelenet, amikor a nép elkezd uh, súgni, bugni és lázadozni. Vagyis, hogy ez egy ilyen, ha úgy tetszik, metafora, vagy micsoda. De nem az a lényeg benne nekem, hogy mi, hanem az, hogy megint hogy van megcsinálva a mondat. Honnan kicsi szellő, égvándora jöttél? Ez majdnem olyan rossz mondat, macska körömbe teszem a rossz mondatot, mint a versibárdok beli idézett mondat. Vagyis ebbe is fel van teljesen dúlva a mondat. És hát megismétlem, amit már mondtam, hogy arany nagysága abban van, hogy nem csak, hogy elhiteti velünk, hogy ez így van jól, azt hiteti el, hogy ennek így kell lennie. Ez az arany egyik zsenialitása, mert sok minden ö, ö, lehet ö, arany ö, nagysága mellett előhozni, felhozni, de ez, ez kétségtelen olyasmi, amit senki más nem tudott a magyar irodalomban. Na most hadd mondjam még azt, hogy, hogy a fiatal arany, most belenéztem egy kicsit a fiatalkori verseibe, rengeteg olyan szót használ, ami a kor irodalmi közvélemény, irodalmi közvéleményében otthonos szó volt, amit nem a gyerekkori paraszt nyelvből, nem, nem, tudom én honnan, hanem könyvekből tanult, és nagyon hamar ezek a papírízű szavak eltűnnek a költészetéből, és jön egy olyan fajta aranynyelv, amiben csak az van, és csak ott, ami oda kell. Azt is hadd tegyem még hozzá, hogy a szókincse nem csak még a filmútjait is ott, természetesen vannak filmútak, hanem, hanem, az, az is eleven ma is, szóval ha aranyt olvasom, úgy érzem, hogy ezt ma is írhattam volna, vagy írhatta volna bárki más. Na most, ha már emlegettem a szókincset, a had mondjam azt is, hogy arany kevés olyan magyar költő volt, úgy tudott ironizálni a nyelvel is, ahogy senki más szinte. Hadd idézem ezt a ezt a mondatot, amit nem tudom, nem emlékszem melyik versben van, füstös vikilló áll, tehát vagy ül, vagy guggol, összetörped, zsugorog. Vagyis játszik vele, hogy szinonimákat nem azért, mert szüksége van hanem mert játszik vele. Hát ugyanilyen irónikus egyébként sok verse, mondjuk a voltina és rengeteg más is e, e, azt is tudta arany, hogy úgy játszani a nyelven, mintha ő kívülről csinálná az egészet, és semmi köze nincs hozzá. Na most, idéztem az előbb ezt a e, sort, hogy honnan kicsi szellő égvándora jöttél. Vajon hallja-e a mai olvasó azt, amit én most már érett fejjel belehallok, hogy ez ugyanaz a metrum, mint a toldi, vagyis az, hogy ég a nap melegtől, sarja, tikkot szöcske legelésznek rajta. Ez egy magyar felező 12-es, vagyis hangsúlyos vers. És csak a hangsúly és a metszet teszi, és zártá zárta ezt a formát. És az, hogy középen van egy sormetszet, és hogy a magyar hangsúlyos verselés ilyen-olyan uh, sormegosztó, ütemképző uh, hatása érvényesül benne. Most ha ezt az előbbi idézet mellé teszem, ami úgy hangzik, hogy honnan kicsi szellő égvándora jöttél, azt úgy is olvashatnám, mint a toldit, hogy honnan kicsi szellő égvándora jöttél. Csak hogy ebben valami van, ami uh, a halló fülnek feltűnik, azt tudnék, hogy ennek görög metruma is van egyszer, mint ugye ez a, az a bizonyos koriambus, figyelje csak meg, hogy így hangzik, hogy honnan kicsi szellő, ég, vándora jöttél, vagyis van egy hosszú szótag, két rövid, egy hosszú szótag, ez a koriambus. Vagyis Arany János kitalálta a szimultán verselést, bár Gádi professzor szerint, aki az egyik legjobb magyar verstant írta, előtte is, ő már Zrínyibe is talál ilyen antik metrumokat. De módszeresen, programszerűen, mint egy ilyen, hogy is mondjam, dallam bonyolító módszert, azt Arany János találta ki. És tőle megy aztán, azt már nem is mondom, hadvágja közben, hogy a Buda halálába ha emlékezetem nem csak, van egy olyan sor, amiben egy latin ö, ö, hexameter töredéket valamelyik kódexből beleépít a versbe. Szóval arany mindent tudott erről. És az, amit általában Vörös Sándor nevéhez fűzünk, vagyis az, hogy egyszerre használja versforma képző elemnek a hangsúlyt és az időmértéket, megcsinálja a verselést, az arany kezdte el a magyar költészetben. És ettől lesz a költészete, olyan nagyszerűen zenei, amilyen azt hiszem, hogy előtte nem volt, nem azt hiszem, hanem mondhatom, hogy előtte nem volt a magyar költészetben, akkor is, hogyha másféleképpen zseniális költők, mondjuk Petőfi ezt azt megcsinált. De úgy, mint arany, senki se értett a versformához. Na most még egyet szeretnék elmondani, ezt már emlegettem az imént talán, hogy a balladák rendezése, színpadra állítása, hihetetlen a rutint mutat, vagy nem is rutint zsenialitást. Vagyis úgy csinálja meg, hogy semmi felesleges nincs benne, hogy annyi homály van, amennyit bele akar tenni, hogy úgy rakja egymás mellé a részeket, ahogy akarja. És ennek az egyik eszköze az, hogy Arany eh, hihetetlenül tudta a környező világot, az anyagi világot, képekbe foglalva ábrázolni. Hadd említsek egy nekem nagyon kedves sort, az Ágnes az, hogy ez is az egyik baladája, ugye hát Ágnes azt a patakba véres leplét mossa-mossa, mert megölte a férjét. És abban van a következő sor, hogy mikor már bolond, és ott súlykol a vízbe, a sekély vízbe, sújkolja a lepedőt, akkor Arany ezt így fogalmazza meg, hogy, hogy maradozó csattanással fehér sújka messze villog. Ezt én gyerekkoromból hoztam magammal, hogyha messziről láttam, hogy a sekély tiszavízbe, hogy súlykolnak az asszonyok, akkor ott ugyanezt látom, hogy látom, hogy lemegy, lecsapa a súlyok, de nem hallom a hangját, egy idő eltelik. Vagyis arany ebbe a mondatba tulajdonképpen az optika és a hangtan törvényeit tette bele, csak nem úgy, hogy bele akarta tenni, hanem nyilván látta ő is ezt, hogy maradozó csattanással fényes, de fehér súlyka messze villog. De ugyanilyen nem akarom sorolni az arany képeit, amik nekem hallatlanul fontosak, de gondoljunk például a családi körre, ami nekem nem tartozik a legkedvesebb verseim közé, mert van benne egy kis ilyen, hogy is mondjam, idilli, akár azt is mondhatom, hogy Biedermeier hangulat, Na de ahogy leírja, hogy hogy megy a macska, hosszan elnyúlt testtel, ahogy megírja, hogy hogy repked a denevér az ereszt sodorván, hogy a kutya mit csinál. Szóval ezek az apró tárgyi vagy, vagy nem tárgyi elemei, élőlény elemei. A versnek ezek hihetetlenül fontosak aranynál, ezt is kevesen tudták utána csinálni.